Köszöntjük valamennyiüket, ez a Pannon Krónika, a Dél-Dunántúli Régió magazin műsora. A következő órában ezúttal is Somogy, Tolna és Baranya megye legfontosabb, legérdekesebb eseményét idézzük fel. Nézzük az ajánlót. Kezdődhet a csarnoképítés Pécsen, 18 milliárdot fektet be és 200 munkahelyet teremt a német cég. Tudásközpont, uszoda, szálloda, Szekszárdon is több milliárdos beruházások valósulnak meg. Átadták a repülőgyártó új csarnokát, évente 200 kisgéptörzsét készíthetik el. Magyar, horvát és szlovén szakemberek tanácskoznak, egységes rendszer kialakítása a cél. Ünnepélyesen elkezdték a német ThyssenKrupp új gyárának építését a pécsi déli ipari parkban. Az autóipari motoralkatrészeket gyártó üzem több mint 17 milliárdos beruházással épül, 200 új munkahelyet teremt, de további bővítésekre is van esély. Az eseményen kiemelték, nem csak munkahelyek jönnek létre, hanem a kutatásfejlesztés területén a Pécsi Egyetem és a cég közösen dolgozhatnak a jövő technológiáin. Ezen a területen épül meg a német tulajdonú ThyssenKrupp cég pécsi gyártóbázisa. A déli ipari parkban szerdán ünnepélyes keretek között adták át a területet. Az első kapavágás is megtörtént. A cég magyarországi vezetője magyarul mondott köszönetet a beruházás megvalósításáért. A jövő autóihoz gyártunk alkatrészeket. A jövőben az egész világon nagyon sok megbeszélésén hangzik el Pécs névvel. Szeretném megköszönni minden kollégának Győrben, Budapesten, Debrecenben és Jászfenszalun, hogy remek munkájákkal segítettek az új pécsi beruházási. A ThyssenKrupp már 1990 óta van jelen Budapesten, a Műszaki Egyetemmel működnek együtt. De gyártanak már Debrecenben, Győrben, Jászfényszarun. A Dél-Dunántúlon Pécs az első helyszín, ahol termelésbe kezdenek. Eddig 50 milliárd forintot fektettek be hazánkban. Az eseményen részt vett az innovációs és technológiai miniszter is. A ThyssenKrupp a magyar autós környezetnek, autóipari környezetnek az egyik legnagyobb szereplője lett, és nem csak a gyártás területén, hanem a kutatásfejlesztés területén, az alegerszegi autonóm jármű tesztpálya specifikációjában és alkalmazásában a ThyssenKrupp erőteljesen vesz részt, és ezt a viszonyt ezt a jövőben erősíteni fogjuk. Másfél évig tartottak a tárgyalások, mielőtt eldöntötte a cég, hogy Pécsen is gyártásba kezd a vállalat, mondta a város polgármestere. Páva Zsolt szerint a kutatásfejlesztés, ezen keresztül pedig az egyetemi szerepet kap majd a cég munkájában. Itt nem csak egy sima gyártás fog történni, bár ez sem lebecsülendő, 200 munkavállalónak a bevonásával, hanem azért is, mert egy igen magas szint, egy igen fejlett technológia, amit a cég majd a munkás során alkalmazni fog. Tehát egy olyan magas tudással rendelkező gyártásról van szó, amelynek a jelentőségét nem lehet elég alkalommal hangsúlyozni. A pécsi gyár kialakítására 18 milliárdot szánnak. 200 embernek ad majd munkát a német érdekeltségű világcég. Motoralkatrészeket gyártanak majd itt elektromos és benzines járművekhez. A termelés a tervek szerint már 2020-ban elindulhat. Megérkezett a forrás, a tervek elkészültek, és hamarosan az is kiderül, hogy melyik cég építheti fel a szekszárdi tudásközpontot. A 4,1 milliárd forintba kerülő, közel 6000 négyzetméteres modern épületbe költözik a Tolna megyei I. és Gyula könyvtár és a levéltár is. Valamint több száz fős koncertek rendezésére is alkalmas terek kapnak majd benne helyet. Nem csak ez a beruházás válik hamarosan valóságossá a Modern Városok program beruházásai közül a Tolnai megye székhelyen. Hatalmas táblák hirdetik, hogy a volt laktanya helyén hamarosan tudásközpont épül Szekszárdon. A Modern Városok program 4,1 milliárd forintos támogatásának köszönhetően az 5700 négyzetméter alapterületű épületegyüttesben kap majd helyet a most még 4-4 épületben működő megyei könyvtár és levéltár. Ezen kívül előadó, oktató, kiállító termeket is kialakítanak benne. Azt, hogy pontosan hogy fog majd kinézni a tudásközpont, mikorra készül el, hány szinten és hol foglal majd el helyet benne a könyvtár, mennyi parkolóhely lesz, és hol lehet majd bemenni, mindez megtudható méghozzá egy kiállításnak köszönhetően, amit a szekszárdi Garai téren lehet megtekinteni. A könyvtár igazgatója azt mondja, az épületben helyet kapó világos nagy terek a könyvtári szolgáltatásoknak kedveznek majd.
Ennek az épületnek vannak közös használatú terei, a levéltárral közösen használatú tereje, ebben van egy 200 fős nagy előadóterem, egy 50 fős multifunkcionális terem, két 10 fős oktatóterem, kávézó, büfé, egy könyvesbolt, tehát számos olyan dolog, amitől az egésznek lesz egy ilyen, hát hogy nem rossz ez a szó, hogy pláza hangulata, tehát hogy lehet benne jól érezni magát az embernek. Ács Rezső Szekszárd polgármestere azt emelte ki, a tudásközpont a megyeszékhely szerepét erősíti majd, csak úgy, mint a többi modern városok program forrásaiból megvalósuló beruházás. Az úszlának az építése már zajlik tulajdonképpen. A rekreációs központ és a sportcsarnoknál ott a sporttelepen való helyezés elhelyezkedésre fog születni hamarosan egy javaslat. Ennek az előkészülete már megkezdődtek, a szállodánál az épületnek a megvásárlására már rámondta a tulajdonos, az igen, a magyar államról van szó egyébként. Egy kicsit hosszabb időt vett igénybe a Gemenci Ökocentrumnak a tanulmányának az elkészítés, hogy így fogalmazok, hiszen többször átdolgoztuk a turisztikai ügynökség kéréseinek megfelelően, az is lezárult. Az új ipari park kialakítása is zajlik, a közműveket kiépítették. Szekszárdon egyébként közel 60 milliárd forint értékben zajlanak majd fejlesztések a Modern Városok programnak köszönhetően. Átadták a Magnus Aircraft kompozit gyártó üzemét hétfőn. A Pogányi légikikötő mellett épül fel a repülőgépgyártó cég új csarnoka. Itt a kis repülők törzsének elemeit gyártják majd, de akár más területre is beszállíthatnak. A csarnokból egy év alatt 200-220 kis repülőtörzs kerülhet ki. A beruházást 6 milliárd forintból valósították meg. Egy repülő törzsének darabjai a mennyezethez rögzítve, főleg ezeket a darabokat gyártják majd a Magnus Aircraft hétfőn átadott új csarnokában. Ez a kompozit üzem alapvetően a repülőgépünk törzsének a gyártására jött része, de azért úgy terveztük és úgy készültünk, hogy a egyéb iparágában is beszállítók tudjunk lenni, mind minőségben, mind felkészültségben, szakmai tudásban, kompetenciában. Ha csak a mi repülőgépünket gyártjuk ebben az üzemben, akkor évi 200-220 darab testet fogunk tudni legyártani. Értelemszerűen a másik iparág, akkor ez egyetem alakulni fog hozzá. A próbaüzemet követően az összlétszámunk 120 főre fog nőni. A sorozatgyártást már novemberben szeretnék megkezdeni. Egy formula versenyautó az előcsarnokban nem véletlenül. Akár ilyen versenyjárművek kaszniát is gyárthatják majd itt. A csarnok átadón az innovációs és technológiai miniszter is részt vett. Magyarországra egyre több repülőgépipari szereplő települ be. Ezért a kormány stratégiát dolgoz ki az iparágra, hogy nagyobb támogatást kaphassanak, mondta a miniszter. Az a támogatás, ami a jogszabályi környezetnek az alakítását, az oktatási és a kutatási környezet alakítását is jelenti, hát ezek fognak szerepelni ebbe a stratégiába. Ugye ezt pontosan kell tudni, hogy a repülőgépipar az nagyon különbözik, például a járműipartól. A repülőgépiparban akár beszállítóként, akár gyártóként megjelenni egy nagyon hosszú folyamatot jelent, hiszen egy nagyon bonyolult minősítésen kell átesni. Viszont utána, hogyha valaki ebből bekerült, akkor az már egy jó üzlet, hát ennek a lehetőségét is támogatjuk. De támogatták a Magnus üzemének megvalósítását is. Az új kompozit gyártó rész összesen 6 milliárdos beruházással valósult meg. Újra immár harmadszor került a lakosság elé a Szekszárdi Zöldváros program. A projekt célja, hogy közel 100 parkolóval növelje a belváros autóbefogadó képességét, miközben bővíti a zöld területek arányát. Ez volt a harmadik alkalom, hogy Szekszárdváros vezetése a lakók elé vitte a Zöldváros program ügyét. Az időközbeni lakossági javaslatok beépültek a jelenlegi változatba. Valahol az út közepén tartunk, mondta Ács Rezső polgármester. Annyival vagyunk előrébb, hogy egy koncepció terv, egy koncepció elképzelés elkészült, és most azért hoztuk vissza ki a fórumra is a szekszárdiak elé, hogy ezen tervek, koncepció elképzelések alapján így menjünk-e tovább, vagy módosítsunk rajta, és akkor lassan ki kell írnunk már a közbeszerzés a tervezésre. Tehát a koncepciót magát kellene elfogadni, vagy jóvá hagyni, vagy éppen módosítani, és ennek megfelelően most már akkor elkészülnek majd a végleges tervek, és akkor megindult a kivitelezés. A program elfogadása esetén jelentősen nő a belvárosi autó megállók száma, és ezzel együtt további zöld területek jönnek létre a belvárosban. A Babics előtt lévő fasort is érinti, a platánsort is érinti az átalakítás, rutertelet valóban díszteret is érinti, 160-as mozi közötti részt is érinti, megmaradtak egyébként visszatérve a kérdésedre. Természetesen az a két fő csapás irány, hogy itt mindenképpen több zöldet szeretnénk, mégpedig úgy, ha lehet, hogy közben a parkolóhelyeknek a számát is bővítsük, hiszen óriási gond a parkolási probléma itt, főleg a belvárosban, de máshol is. Ez a koncepció, ez most kb. 100 parkolóhely, új parkolóhely kialakítását tartalmazza.
ezt a részét mindenféleképpen tudom támogatni, amivel nem teljesen értek egyet koncepcionális szinten, hogy az zöld felületet én kevésnek tartom, tehát többet szeretnék majd. Most még van lehetőség, hogy ezen módosítsunk, remélem, hogy meg is fog valósulni, és akkor sokkal zöldebb belvárosa lesz Szekszárdnak. Minden fontos lépésnél a város visszaviszi a lakók elé a tervet. Amennyiben idén kialakulhat a végleges változat, jövő évre már be is fejeződhetnek a munkálatok. Másodszor rendezett szakmarénát a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szekszárdon, a Plac közösségi téren. A rendezvényen a tanulók megnézhették, hogyan zajlik egy autó fényezése, milyen kamerát használ a probléma azonosításához egy gázszerelő, de azt is megtudtatták, hogyan történik a hegesztés és miket figyel egy műtéti asszisztens egy beavatkozás során. Az Iparkamara az interaktív rendezvénnyel szeretné közelebb vinni a szakmákat a pályaválasztás előtt álló általános iskolásokhoz. A 12 éves török Patrik csillogó szemmel fényezi az egyik autó alkatrészt. Azt mondja, nagyon izgalmasnak találta, és úgy véli, a későbbiekben szívesen tanulna karosszéria lakatosnak. Alig bírtam el. Igen? De érdekel? Nagyon érdekel ez engem. A Bonyhádról érkező Szőcs Lajos 50 éve fényezi, szépíti az autókat. Úgy látja, a cégek utánpótlással és munkaerőhiánnyal küzdködnek. Vennénk tanulót, ha lenne. Jelenleg nincs képzés autófényezésben, és nagyon nagy gond az utánpótlásban. Tehát akik vannak, azt elszívta a Székesfehérvár, elvitte a Audi, elvitte a Kecskemét, Mercedes, úgyhogy szakember hiányba küzdködünk. Az újraélesztést tanulják a diákok az egészségügyi dolgozóktól. Többen kipróbálták ezt és a készfertőtlenítést is. Továbbá a műtéti eljárásokkal, valamint az emberi testtel is megismerkedtek. Több diáknak felkeltette az érdeklődését az orvosi szakma. Én állatorvos szeretnék majd lenni, de amúgy minden érdekel, így az orvosság is, meg minden. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara második alkalommal rendezte meg a szakma arénát, kifejezetten annak érdekében, hogy felkeltsék a fiatalok érdeklődését a szakmák iránt. Azt gondoljuk, hogy a családi vonatkozás áll a dolog mögött, és ezért jelentkeznek az adott szakmákra. Azt gondoljuk, hogy minél előbb el kell kezdeni a pályorientációt, most már 5-től 8-ig kinyitjuk az ollót, és az összes olyan diákot hívjuk, akit remélhetőleg a később a szakma világában fog elhelyezkedni. Több száz Tolna megyei diák, több csoport szekszárdi óvodás vett részt a kamara rendezvényén, ahol 18 szakmával ismerkedtettek meg a tanulók. 50 éves jubileumát ünnepli a Bói Integrált Szociális Központ, amely elsődlegesen az idős személyek ápolását, gondozását végzi a szociális ellátásra társult összesen 16 településen. A Szociális Központ intézményrendszerén belül 6 ellátási forma működik. A jubileumi ünnepségen köszöntőt mondott Hárs József polgármester, Zöh Gellért stratégiai helyettes államtitkár és Hargitai János országgyűlési képviselő. A családok tehermentesítése és az idősek szakszerű empatikus ellátása valósul meg Bójban. A folyamatosan bővülő és megújuló integrált szociális központban hangzott el az intézmény fennállásának 50 éves jubileumi rendezvényén. Hárs József polgármester köszöntőjében utalt arra, hogy az egész közösség sokat tett azért, hogy ez a rendszer működjön és fejlődjön. A helyi időspolitika eredményei vizsgálva kijelenthetjük, hogy Bój egy nyugodt, csendes kisváros, ahol az igényes környezetnek, a jó közbiztonságnak, a fejlett infrastruktúrának és a kiépített intézményrendszernek köszönhetően szívesen laknak az idős emberek. A bói idősek megértik az önkormányzat támogató szándékát és élnek a lehetőségekkel, kedvükre válogatnak a nyugdíjasokat tömörítő csoportok között. Az, hogy óvodások és általános iskolások műsora színesítette az ünnepséget, a kormány stratégiájával van összhangban, mely szerint a családpolitikában a nemzedékek együttműködésén van a hangsúly, fogalmazott köszöntőjében Zöh Gellért, az Emberi Erőforrások Minisztériumának stratégiai helyettes államtitkára, aki megköszönte a gondozók, ápolók munkáját, akik nélkül nem lehetne jó példa a bói intézmény. Köszönöm és gratulálok mindenhez a városnak is, aki fenntartóként jó példája annak, hogy önkormányzatként hogyan lehet megfelelő színvonalú ellátást biztosítani. Az állam jelentős támogatást tud biztosítani minden szociális ellátáshoz, és biztosítja a normatívát, de egy fenntartó, aki helyben ismeri a körülményeket és helyben ismeri az igényeket, az nélkülözhetetlen. És az önkormányzatok
mintegy 30%-át, az önkormányzati intézmények mintegy 30%-át látják el a szociális intézményeknek és üzemeltetik, és ez az itteni intézmény is egy kiváló példája annak, hogy ezt lehet sikeresen és jól csinálni. Hargitay János országgyűlési képviselő beszédében utalt arra, hogy mivel életünk kezdetén és végén mások törődnek velünk, életünk derekán nekünk kell törődni másokkal. Mi, akik ma még aktívan élünk, jól tudjuk azt, hogy amit bolyon ma itt élvezni lehet, azt önök teremtették meg. Jól tudjuk, hogy ezt az országot önök tették olyanná, amilyen ma, és amit mi a munkánkkal gazdagítunk, de ezt önök alapozták meg. És azt is jól tudjuk, bár sokszor azt gondoljuk, hogy velünk megszűnik a világ, és utána már nehézségek jönnek, jól tudom, hogy az utánunk következő generáció, tehát a családjaik, a fiatalabb tagja is képesek lesznek ezt az országot, ezt a nemzetet építeni. A most 50 éves központ elsődlegesen az idős személyek ápolását, gondozását végzi 16 településen. Az intézményben 6 ellátási forma működik, ezek közül legutóbb a házi segítségnyújtást, a támogatószolgálatot és a nappali ellátást fejlesztette az önkormányzat. Határok melletti területek, őstermelők, kis- és középvállalkozások, közvetlen uniós forrásból történő fejlesztése. Ez a célja annak a társulásnak, mely Pannon ETT néven magyar, horvát és szlovén szakemberekkel folytat tanácskozás Zamárdiban. A szakemberek most annak lehetőségeit tárják fel, hogy miként lehet különböző uniós országok gazdasági szereplőit határon túl is helyzetbe hozni. A Pannon ETT egy magyar, horvát és szlovén együttműködés és társulás, amely uniós forrásokból szeretné fejleszteni a gazdasági szektor különböző szereplőit határokon túl is, közvetlen uniós támogatásokat felhasználva. Ez az Európai Uniós társulás azt a célt tűzte ki magá elé, hogy túl a hazai és túl azon Európai Uniós források között és interreges pénzek lehívásán túl közvetlen brüsszeli forrásokra pályázzunk. Ennek a feltétele az, hogy bizonyos tapasztalatokat, idézőjelben mondom, jó gyakorlatokat szerezzen ez a társulás, el tudjon számolni a Brüsszel fele az elköltött pénzekről, és megfelelő szakmai tapasztalatokat szerezzen a úgynevezett belépő projektekből. A társulás mögött már vannak sikeres projektek, elsősorban a kulturális örökségvédelem területén. Most azonban szintet léptek, hiszen egy olyan projekt kezdődött, amely az őstermelőket és a kis- és középvállalati szektort célozza meg. Eddig ugyanis folyamatosan falakba ütköztek a határon túli értékesítés során. Két projektet is kidolgoztunk, az egyik az Európai Bizottság közvetlen támogatásával valósul meg, ez kifejezetten az őstermelőknek a határon átnyúló piacra jutását, kereskedését segíteni elő. Ennek a projektnek leginkább az a célja, hogy egyáltalán megtaláljuk azokat a jogi akadályokat, amik ezen a térségben ezt a kereskedelmi tevékenységet akadályozzák. Ebbe egyébként én azt gondolom, hogy nagyon szép eredményeket fogunk elérni. Számos fórumot tartottunk itt Somogy megyébe is, Baranyába és horvát térségben is ezzel kapcsolatban. A másik projekt pedig egy közel 1,3 millió eurós támogatás, amelynek lényege, hogy teljesen más kultúrák és módszerek összehangolásával olyan egységes rendszert alakítsanak ki, amellyel a kis- és középvállalatok határon túl is jóval nagyobb jövedelemtermelő képességre tudnak szert tenni, és sokkal intenzívebbé tud válni ez a magyar, horvát és szlovén gazdasági kapcsolatrendszer. Több száz általános iskolás diák vett részt a szekszárdi Csapó Dániel mezőgazdasági szakgimnázium és szakközépiskola pályaorientációs napján. Az agrárszakképzés bemutató programok során a gyerekek a legkorszerűbb technológiákkal is megismerkedhettek. Beindulnak a gépek, vákummal ugye kiszippantják a tejet a tőgyből. A tangazdaság tejfeldolgozó üzemével és az állattartó teleppel is testközelből ismerkedtettek meg az agrárszakképzések napján résztvevő diákok. Emellett a Csapó Dániel mezőgazdasági szakgimnázium vágóhídját és a kertészetét is megtekintették. Az általános iskolások a szakgimnázium korszerű munkagépeibe is beülhettek a pályaorientációs nap során. A gyerekek között voltak, akik azt mondták, hogy a rokonai közül többen is a mezőgazdaság valamelyik ágazatában dolgoznak, ezért szeretnék a családi hagyományt tovább vinni. Nekem a mezőgazdászban, hogy apukám is szereti a munkát, meg minden, és szoktam neki segíteni, és úgy.
de nem csak az agrárképzés gyakorlati részeiben nyert betekintést a programon résztvevő több száz diák. Az agráriumban termelő vállalkozások szakemberei ugyanis előadásokat is tartottak nekik arról, hogy milyen korszerű technológiák várják például a robotizált fejőcsarnokokban dolgozó állattenyésztőket, vagy a távvezérléssel működő, sofőr nélküli kombájnokat irányító növénytermesztőket. Próbál az iskola is ezekkel a fejlődésekkel lépést tartani, éppen ezért külső gyakorló helyeket nagyon sokszor látogatunk, hogy a diákok a legkorszerűbb, legújabb technológiával, drónokkal ismerkedjenek meg, és hát nagy örömünkre szolgál, hogy iskolán gépjármű parkja 2016-ban több mint 70 millió forintból tudott fejlődni. A Csapó Dániel mezőgazdasági szakgimnázium és szakközépiskolába járó diákok egyébként nem csak a legkorszerűbb technológiákat használva tanulhatnak, hanem a tanulói szerződésükön keresztül akár havi 26 ezer forintot is kereshetnek az iskolai éveik alatt. Mintegy 621 millió forintból épül új tornacsarnok a Babits Mihály általános iskola mellett. A szekszárdi fekete gólyák megszerezték a szükséges forrást a munkacsarnokhoz, amivel biztosítani lehet az iskolában a mindennapos testnevelés feltételeit és a kézilabda edzéseket is. A forrást pedig a szekszárdi vállalkozások biztosítják. A tornacsarnokot nem csak az iskolába járó több mint 400 diák használhatja majd, hanem minden szekszárdi. Bemelegítenek a tornaórához a babicsos diákok az iskola focipályáján. Éppen itt a pálya mellett indul meg 2020 elején az építkezés. Egy új tornacsarnokot épít a szekszárdi Fekete Gólyák KC. A tervek elkészültek, a kivitelezőt kiválasztották a munkára, a szerződést pedig most írták alá a felek. A tornacsarnok kialakításához szükséges forrást a szekszárdi vállalkozásoktól befolyó TAU támogatásból finanszírozzák. A Fekete Gólyák ügyvezető elnöke elmondta, volt olyan helyi vállalkozó, aki 220 millió forintot ajánlott fel a csarnokra, más 40-50 millió forinttal járult ahhoz hozzá. Az épület megépítetése 2017 végén még 460 millió forintba került, ám azóta az építőipari munka drágulása miatt ez az összeg felkúszott 621 millió forintra. Így most a különbözetre a Magyar Kézilabda Szövetségnek kell rábólintania. Bízunk benne, ígérték ezek a cégek azt, hogy ha és amennyiben megkapjuk az engedélyt a módosításra, akkor kipótolják a különbözetet is, úgyhogy remélhetően ez hamar összeáll ez a teljes támogatási összeg. Az iskola igazgatója azt mondja, erre a fejlesztésre nagy szükség volt, mivel eddig a tornaórákat sokszor kénytelenek voltak a kis tornateremben, valamint az iskola lépcsőházában megtartani. A mindennapos testnevelés feltételeinek a biztosítása ezzel nagyon-nagyon magas színvonalú lesz, hiszen ahogy itt a sajtótájékoztatóban elmondták az urak, ez egy magas színvonalú építmény lesz, tehát nagyon tudjuk használni mindenféle szempontból. A kézilabda sportákban nagyon sok kézilabdás van az iskolában, de nem csak a kézilabda, a kosárlabda, atlétika más sportágakban is ez szuper előkészítés lesz a gyerekeknek. Ács Rezső szekszárd polgármestere a szerződés aláírásakor azt emelte ki, hogy a Babits Mihály általános iskolában megvalósuló fejlesztés ismét egy összefogásnak köszönhető, ami nem új a város történetében. A munkacsarnokban helyet kap majd egy 1090 négyzetméteres pálya, vizes blokkok, öltözők és egy szertár is. Várhatóan 2020 második felében készülhet el a sportolásra alkalmas épület. Lezárult a Bonyhádi Ipari Park létesítését célzó pályázat. A záróprogramon elhangzott, mára a térség Tolna megye legdinamikusabban fejlődő gazdasági területe. A város vagyona az elmúlt 5 esztendő alatt 40%-kal nőtt. Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a gazdasági fejlődés hatására ma többen jönnek haza Nyugat-Európából, mint ahányan a kivándorlást választják. Közel 40%-kal nőtt a város vagyona az elmúlt évek alatt, és ebben jelentős szerepe van az ipari parknak, ahol ma közel 600 munkavállaló keresi a kenyerét. A projektzáron a város vezetői bejelentették, a beruházás folytatódik a következő esztendőben, további 5 cég települ majd ide. Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár azt mondta, az a gazdasági fejlődés, mert az országban tapasztalható, Bonyhád térségén is jól kimutatható. 2014 óta látjuk azt, hogy milyen gyors gazdasági fejlődés jellemzi Bonyhádot, illetve a közvetlen térségét, több száz munkahely jött létre, illetve a következő csarnokok is nem sokára megindulnak, illetve az építésük megindul.
Ahhoz képest, hogy 2002 környékén a munkanélküliségi mutatók jóval meghaladták a 11%-ot, ma a megyében leggyorsabban fejlődő gazdasági térség Bonyhád környéke, tette hozzá az államtitkár. Stabil gazdaság nélkül nem lehet jó várospolitikát vinni, mondta Filóni Ferenc Ibolya polgármester. Nagyon sok minden kell ahhoz, hogy egy város jól működjön, de alapvetően a legfontosabb szempont, hogy olyan jól működő vállalkozások legyenek a város területén, amelyek nagyon sok munkahelyet biztosítanak, és amelyek jól prosperálnak, hiszen az iparűzési adó bevétellel teremtjük meg azokat a forrásokat, saját városi forrásokat, az önkormányzat a város számára, amelyből egyéb közéleti célokra lehet fordítani. A beruházáshoz felvett hitelt a város 3 évvel a futamidő lejárta előtt vissza fogja fizetni. Az akkora tulajdonába kerülő mű értéke 460 millió forinttal növeli majd Bonyhád város vagyonát. Üzletemberek, szakemberek, cégvezetők, többek között ők töltötték meg a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Zsolnai termét pénteken. Az Open for Business elnevezésű nemzetközi üzletember találkozóra 19 országból érkeztek Pécsre. Idén az infokommunikációs ágazatra, a nemzetközi projektekre, a klaszter együttműködésre, a kreatív iparágakra, a női vállalkozókra és a gépiparra összpontosítottak a szervezők. Az esemény kiemelt vendége Írország volt, cél, hogy segítsék a baranyai vállalkozások külföldi piacra jutását, üzleti partnereik megtalálását. Országok zászlói a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Zsolnai termében. Hivatalosan itt kezdődött el az Open for Business péntek délelőtt. A nemzetközi üzletember találkozóra egész Európából érkeztek vendégek. 19 országban 271-en regisztráltak be. Ugye nagykövet úr ilyen nagykövet is a vendégünk volt. Én úgy gondolom, hogy mivel baranya exportorientáció még mindig az utolsó, Magyarországon ez kiemelt kell, hogy legyen egyetemmel, várossal összefogva, hogy segítsük a piacra a meglévő KKV exportőröket. Az iparfejlesztési program, illetve egy egyetemnek a stratégiai regionális innovációs ökoszisztéma programja szintén tartalmaz ezeket az elemeket. Elindult a város, elindult a megye fejlődésben. Azt gondolom, ezt gyorsítani kell, erre minden esélyünk megvan. Ezt a folyamatot erősítheti a helyi vállalkozások termékeinek külföldi piacokra juttatása. Ennek megfelelően személyes, kétoldalú tárgyalásokat is folytattak a külföldi és a hazai üzletemberek az Open for Business keretein belül péntek délután. Több mint 200 millió forintból épült egészségház Faddon. Az épületben 2 háziorvos, 1 fogorvos, 1 gyerekorvos rendel majd. Továbbá itt kapott helyet a védőnői szolgálat is. Az épület átadóján Süli János, a Paks bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a kormánynak a kis településeken élők helyben tartása a célja, ezért építenek óvodákat, bölcsödéket, orvosi rendelőket. Hosszú évek óta várták a faddiak, hogy átadják az egészségházat, amire most került sor. Az épület helyén korábban egy cipészműhely működött, majd az önkormányzat 5 évvel ezelőtt megvásárolta az ingatlant, remélve, hogy egyszer összegyűlik annyi pénz, hogy megépülhessenek az orvosi rendelők. A település az egészségház megépítésére 100 millió forintot nyert a településfejlesztési operatív programból, 90 millió forintot a Jövőnk Energiája térségfejlesztési alapítványtól kapott, a felmaradó részt pedig az önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozta, mondta az átadón Fülöp János FAD polgármestere. A 90-es években ugye privatizáltunk orvosi rendelőt orvoslakással, ugye akkor az volt az irányvonal, és hát bizony a településnek csak egy rozzant épületben lévő fogorvos és orvosi rendelője maradt. Tehát mindenképpen szükség volt rá, és hát nyilván majd a tetőtérbe a pályázat lejártával lakásokat próbálunk majd kialakítani. A kormányzatnak az a célja, hogy fejleszte a kis településeket és helyben tartsa a lakosságot, jelentette ki az átadón Süli János, paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, a térség országgyűlési képviselője. Minden kis településen legyen, ha iskola már nincs, mert úgy alakult az elmúlt évtizedekbe, akkor pedig korszerű iskolabusz hálózat kiépítésével kell kultúráltan megoldani, hogy a szülő biztos lehet benne, hogy oda vitték a gyereket, onnan hazahozzák, és ez is arra ösztönöz, hogy a kis településről nem akar egy iskola miatt
adott esetben elmenni a fiatal házaspár. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke az átadón azt emelte ki, hogy több mint 30 milliárd forintnyi terület- és településfejlesztési operatív program forrásból gyarapodott Tolna megye. A Faddi Egészségházban két házi orvos, egy fogorvos, egy gyerekorvos rendel majd. Továbbá itt kapott helyet a védőnői szolgálat is. Most nézzük, mivel foglalkozunk a Pannon Krónika hátra levő részében. Drogkereskedő 5 év börtönt kapott a tolnai férfi. 100 milliós csalás, szarvasmarhákkal trükközhettek az Aparhanti családi vállalkozás vezetői. Séta a márrák ellen, a szűrés és a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet Kaposváron. Széles körű egészségügyi szolgáltatás, 50 millió forintból fejlesztenek Sejjén. 5 év börtönt kapott egy tolnai férfi, aki különböző drogokkal kereskedett hónapokon keresztül. A mostani ítélet másodfokon született meg, és sokkal enyhébb lett, mint amit az első fokon eljáró bíró hirdetett ki. Az indoklás szerint azért, mert ilyen súlyú bűncselekménynél nagyon ritka, hogy valakit 7 év börtönre zárjanak. Rendőrök kísérik a bilincsbevert dílert, fehér por és alufólia. Egy másik képen az is látszik, hogy mit rejtett a cellofán. Kanabiszt is bőven foglaltak le a rendőrök a poron kívül a tolnai férfitől. Tavaly nyár végén tartottak nála házkutatást, egy percig sem tagadta, hogy drogfüggő, és a szerekből rendszeresen adott el másoknak is, több százezer forint értékben. A tolnai drogkereskedő azóta letartóztatásban van, és időközben elsőfokú ítélet is született az ügyében. 7 év börtönre ítélte a bíró, ő viszont fellebbezett, mert túl súlyosnak érezte a büntetést. Az ügyében most lett másodfokú ítélet is, ami enyhébb, mint amit korábban kapott. A törvényszék a büntetés mértékét 7 évről 5 évre szállította le, azzal, hogy az enyhébb büntetés is megfelelően és hatékonyan szolgálja a büntetéssel elérni kívánt bűnmegelőzési célokat. Vagyis a drogot áruló tolnai férfinak 7 helyett csak 5 évre kell börtönbe mennie. A másodfokon eljáró bíró ítélete azért lett enyhébb, mert hasonló ügyekben nagyon ritka, hogy olyan hosszú időre börtönbe zárnak valakit, mint amennyire ő szerette volna a vádlottat. Az elsőfokú bíróság megfelelően feltárta az enyhítő, illetőleg súlyosító körülményeket, megfelelő büntetési nemet alkalmazott, ugyanakkor az enyhítő körülményeket nem kellő nyomatékkal vette figyelembe, ekként figyelemmel a hasonló jellegű bűncselekmény kapcsán érvényesülő büntetéskiszabási gyakorlatra. Az ítélet jogerős, ezért a tolnai férfi hamarosan börtönbe vonul, ahonnan legkorábban a büntetése kétharmadának kitöltését követően szabadulhat. Szarvasmarhákkal okozhatott különösen nagy anyagi kárt az ország költségvetésének egy aparhanti családi vállalkozás. Az ügyészség szerint a cég vezetői több 100 millió forint értékben vettek úgy élő állatot, hogy számlát nem kaptak, azt viszont másik vállalkozástól beszerezték. De nem csak így trükköztek a cégvezetők, a vádirat szerint ugyanis ezen kívül még több mint 128 millió forint áfát is visszaigényeltek. Aparhanton működött a vállalkozás, aminek a tulajdonosai az ügyészség szerint súlyos kárt okoztak a költségvetésnek. A cég haszonállatkereskedéssel foglalkozott. A vádirat szerint több 100 millió forint értékben vettek a piaci árnál valószínűleg olcsóbban élő szarvasmarhát számla nélkül. Ahhoz viszont, hogy a trükközés ne tűnjön fel a hatóságoknak, másik vállalkozásoktól ezzel együtt számlákat is vettek, amik után visszaigényelték az áfát. Ez a két adóévre ez ennyi, illetőleg ennyi forinttal csökkentette a fizetendő áfát. Összesen több mint 128 millió forintnyi adót nem fizettek meg, így az aparhanti vállalkozás vezetői. Úgy tudjuk, a cég egy családtulajdonaként működött, az ügyvezető az elsődrendű vádlott, az édesapja pedig a másodrendű, valószínűleg ő találta ki az egész bűncselekményt. A Tolna megyei főügyészség elsődrendű vádlottat, mint tettest, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntetével, folytatólagosan elkövetett számviteli rend megsértésének büntetével, illetőleg folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségébe vádolta, míg másod, harmad, negyed, ötöd és hatodrendű vádlottat, ugyanezen bűncselekménnyel, mint bűnsegédet. A szarvasmarha vételt bonyolító cég ügyvezetője és az édesapja mellett a többi vádlott azoknak a vállalkozásoknak a tulajdonosai, amelyektől a számlákat vették. Az ügyben most tartott előkészítő ülést a bíróság. A vádlottak nem ismerték be a váddal egyezően bűnösségüket, érdemben nem nyilatkoztak, tárgyaláshoz való jogukról nem mondtak le. Vagyis nem fogadták el az ügyészi ajánlatot, ami alapján már most kaphattak volna ítéletet, ha mindent beismernek. Így viszont, ha bebizonyosodik, hogy tényleg elcsalták az áfát, akár 8 év börtönt is kaphatnak az aparhanti vállalkozás vezetői.
Néhány nap alatt két mérgezést is okozott a mustgáz Pakson. A mustgáz, vagyis a bor készülésekor erjedő széndioxid önmagában nem mérgező, ám kiszorítja a levegőt ott, ahol túl sok van belőle, ez pedig pillanatok alatt ájulást okoz. Pakson az egyik pincében lett rosszul egy férfi néhány napja. A mozdulatlan testét a szomszédja vette észre, azonnal hívta a tűzoltókat, akik még időben kivitték a friss levegőre az időközben magához térő áldozatot. Ugyanilyen baleset történt két nappal később is a városban. A helyiektől úgy tudjuk, hogy az áldozat ugyanaz a férfi volt. Mindkét esetnél a mustgáz erjedése okozta a hirtelen ájulást. A mustgáz, vagy ismertebb nevén a széndioxid önmagában nem mérgező, viszont mivel az oxigénnél nehezebb, ezért egyszerűen kiszorítja a levegőt a pincékből. A hagyományos gyertyás módszert szoktuk javasolni, ami azt jelenti, hogy úgy megyünk le a pincébe vagy a feldolgozó helyiségbe, hogy egy gyertyát tartunk magunk előtt. Ezt jó, hogyha rárakjuk valamire, például egy lapátra, egy partvisnyére, valahogy rászerkeszik, és magunk előtt tartva megyünk le a pincébe. A gyertyának ugyanis oxigénre van szüksége az égéshez, ezért ha elalszik, már tudni lehet, hogy nincs elég levegő a helyiségben. Egyetlen liter must nagyjából 42 liter széndioxidot termel az erjedése alatt, a tiszta mustgázból pedig akár egy levegővételnyi is ájulást okozhat. Ezért annak is nagyon óvatosnak kell lennie, aki az így bajba jutott személy segítségére próbál sietni. Ne siessünk bajba jutottnak a segítségére, hiszen magunk is nagyon könnyen bajba kerülhetünk, mert a széndioxiddal telített helyiségbe csak sűrített levegős oxigén palackkal lehet biztonságban lemenni, vagyis azonnal hívjuk a tűzoltókat a 112-es segélyhívószámon. A katasztrófa védelem szóvivője szerint a hagyományos gyertyás módszer mellett hasznos lehet egy széndioxid érzékelőt is felszerelni a borospincékbe. Egy ilyen eszközt néhány ezer forintért lehet beszerezni. A következő percekben a Pécsi Zsolnai Kulturális Negyed programajánlóját látják. Programok, látnivalók és akciók Pécsről a Zsolnai Örökségkezelően Kft. Ajánlásával. Ékszerelmére 20 multidéző Quimby koncert lesz Pécsen. Most 20 évvel az Ékszerelmére megjelenése után a csapat beül az időgépbe és visszarepít mindenkit az ezredfordulóra, ahol partikból folynak át a koncertek és vissza. A hangulatot DJ Bucci keveri, hogy mire elkezdődnek a koncertek, mindenki ismét 1999-ben érezze magát, majd az utolsó taktus után ő gondoskodik a levezetésről is. A színpadon Tóth Sándor szaxofonos lesz még az együttes vendége. Bobán Márkovics mindent elért, amit zenekar elérhet a világ ezen szegletében. Díjak sokasága, több százezer eladott lemez, klub és fesztivál koncertek százai, rajongók tízezrei követik örömzenélésüket, bárhol is játszanak Európa országaiban. Bobán már vagy két évtizede Szerbia legjobb trombitásának számít. Koncertje október 26-án lesz a Kodály Központban. 18 évvel az első szólóalbuma után 2019. januárjában jelentkezett a másodikkal Lovasi András. Azóta elmondása szerint folyamatosan írta rá a dalokat, csak aztán elkérték mások. Vagy egy kis pál, később egy kis csillaglemezen landolt sok közülük. Végül csak a legszemélyesebbek maradtak. Pont egy albumnyi dal. Ezeket most önök is meghallgathatják. A Tűzijáték délben lemezbemutató koncertjén novemberben a Kodály Központban. Balázs Elemér Group a Metronom Jazz Clubban. Balázs Elemér Magyarország egyik legkeresettebb jazzdobosa, zenésze. 2000-ben alapította meg saját zenekarát, a Balázs Elemér Groupot. A csapat kiemelkedően egyéni hangzásvilágot alakított ki, melyet leginkább a dallamközpontúság és a különleges ritmika jellemez, a férfi és női hang érdekes kontrasztjával színesítve. Zenéjük rendkívül változatos, szívesen kalandoznak például az etnostílus világában, és egyúttal a legkülönbözőbb zenei kultúrákból merítenek inspirációt. Hallgassák meg őket október végén a Zsolnai negyedben. A programokról részletesen a www.pecsiprogram.hu oldalon tájékozódhatnak. Szeretettel várjuk látogatóinkat! A csapvízfogyasztás előnyeiről és az ásványvizes palackok környezetszennyező hatásairól hallgattak meg előadást a gyerekek Bogyiszlón. A program során megtanulhatták, hogyan válik iható csapvízé a nyers víz. A program célja elsősorban a szemléletformálás volt. Valószínűleg ez a mondat a helyzetnek és a kameráknak szólt elsősorban.
A pedagógusok tapasztalata az, hogy a gyerekek cukros üdítőket és energiaitalokat isznak napközben, és hallani sem akarnak a vízivásról. Ezt a tendenciát szeretné megváltoztatni ez a kampány is, mely elsősorban a csapvízfogyasztás előnyeitől győzi meg az iskolásokat. Mindennek van egy környezetvédelmet szolgáló nézőpontja is. Minden tavaszon szemétszedési vagy hulladékgyűjtési akciókat szervezünk, de azért tavaszon, mert a legkevesebb a borítottság, de változatlanul minden út mentén, amerre emberek mennek. Én nem tudom, annyira önkéntesen letekerik az ablakot az ember, hogy már röpül is kifelé, tök mindegy mi az, lehet alumínium kispalack, energiaital, ezek a pici, rövidítalós üvegek, műanyagok mindenhova repkednek. Az Országos Könyvtári Napok keretében szervezték Bogyiszlón az előadást és a víztisztító üzem látogatását. A mai napra pedig meghívtuk az Erőv Vízi Közmű ZRT vezérigazgatóját, Arti Andrásnét, hogy a Bogyiszlói Általános Iskola diákjainak a csapvíz fontosságáról tartson előadást, ami azért is nagyon lényeges, mert ugye elindult már ezzel kapcsolatban egy ilyen turné, hogy több helyre járnak el és beszélnek a gyerekeknek erről, hogy ők bennük is tudatosuljon, hogy mennyire lényeges dolog ez. Évente megközelítően 300 ezer tonna műanyagpalack kerül a szemétbe. Arról nem is beszélve, hogy a bennük lévő vizek minősége vagy élettani hatása sok esetben rosszabb, mint a csapvízé. Mahatma Gandhi születésének 150. évfordulóját ünnepelték a Pécsi Gandhi Gimnáziumban. Az eseményen az Indiai Köztársaság magyarországi nagykövete is részt vett. Beszédében felhívta a figyelmet a két nemzet közötti 70 éves kapcsolatra, valamint a romák és az indiaiak közös gyökereire. Az ünnepi köszöntők sorában Sztojka Attila elmondta, a nemrég megalakult Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság célja a roma származásúak integrációja. Különleges műsorral készült az Indiai Köztársaság magyarországi nagykövetsége Pécsen. A Gandhi Gimnáziumban mutatták be hagyományos táncaikat az iskola névadójának emléket állító ünnepségen. Az indiai spirituális vezető születésének 150. évfordulójáról emlékeztek meg az intézményben. Kumar Tuhin nagykövet beszédében kiemelte, idén 70 éve indult el diplomáciai kapcsolat Magyarország és India között. A Pécsi Gimnázium pedig kiemelkedő munkát végez az országban. Ez az iskola büszkén viselheti Gandhi nevét, képviselheti örökségét, ezáltal több módon tartja fenn kapcsolatát Indiával. A roma nép gyökerei és kulturális kötődése Indiához, illetve India folyamatos hozzájárulása a roma kultúra, szokások, nyelvek kutatásához jól ismert. Azt mondhatom, hogy a roma származásúak India gyermekei, mi pedig büszkék vagyunk erre. Az eseményen elhangzott, augusztus 1-én alakult meg a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság. Sztojka Attila beszédében úgy fogalmazott, fontos a közösségek, a városok és az országok közötti párbeszéd, így a romák integrációja is. A főigazgató kiemelte, 13 ezer diáknak segítik ösztöndíja a tanulmányi előmenetelét. A Gandhi Gimnázium pedig közel 1 milliárd forint támogatásban részesült az elmúlt 10 évben. Ezzel a fiatalok későbbi foglalkoztatását is szeretnék segíteni, tette hozzá Sztojka Attila. Célunk az, hogy azok, akik többszörösen hátrányos helyzetűek, vagy egyáltalán a munkaerőpiacon nem megfelelő eséllyel tudnak elhelyezkedni, vagy egyáltalán nincs is esélyük, azoknak képzés keretében úgynevezett duális készségfejlesztéssel a munkaerőpiaci esélyeiket javítsuk. Az ünnepségen elhangzott Mahatma Gandhi szellemisége a mai kor embereinek is alapvető tanítás, hiszen a spirituális vezető kezdeményezte Indiában az erőszakmentességet, az emberség gyakorlását, mely értékek manapság is fontos üzenetet hordoznak. Rövid reklám után folytatjuk a Pannon krónikát.
Matt Mark ezt megint jól kitalálta, segítünk szépíteni és megvédeni kertjét, ingatlanját és pénztárcáját is. Kerítéstáblák, oszlopok, komplett kerítésrendszerek telepítéssel is, hullámrácsok táblában vagy méretre gyártva galambriasztó rendszerek. Ha a dizájn is fontos, válaszom perforált vagy expandált lemezt, kerítés és kapuelemnek. A biztos védelemről a pengeéles NATO drótok, szöges drótok, drótvonatok és vadhálók gondoskodnak. Matt Mark a fémipar specialistája. Szekszárd, Pollák utca 92 a felüljárónál, telefon 74-es körzet 512-678, www.mattmark.hu. Teljes körű szolgáltatás a villanyszerelésben és a hálózatépítésben? Akkor Elektroid Kft. Mi megtervezzük, kivitelezzük, felülvizsgáljuk, vagy akár a villanyszerelési beruházás lebonyolítását is vállaljuk. Üzletünkben több mint 20 ezer termékkel várjuk. Lámpák, csillárok, ledes fényforrások 20-25 ezer óra üzemidővel. Háztartási kisgépek, ventilátorok széles kínálatban. Klímák, napelemek akár a tervezéstől a kivitelezésig. Intézmények, önkormányzatok és ipari létesítmények teljes körű kiszolgálását is vállaljuk. Péntekenként 10, a hónap utolsó péntekén pedig 15% kedvezménnyel várjuk. Elektrolit Kft. Minden, ami villanyszerelés. Minden 11. nő érintett a merrákban, évente pedig összesen 2300-an halnak meg a daganatos betegségben. Kaposváron az immár hagyományos merrák elleni sétán a megelőzés és a szűrés fontosságára hívták fel a figyelmet, hiszen mint elhangzott, a korai felismerés életet menthet. Forró Gyuláné 1992-ben egy önvizsgálat során tapasztalt rendellenességet a mellében. Mint mesélte, azonnal orvoshoz fordult. Műtét várt rá, de időben felismerték a daganatot, és így az életét meg tudták menteni. Az asszony üzent is a többi hölgynek a kaposvári merrák elleni séta kapcsán. Mindenképpen figyeljék először magukat, önvizsgálatot tartsanak, meg feltétlen, hogyha valamit észrevennek, azonnal orvoshoz forduljanak, meg a szűrést feltétlen. Ne hagyják ki, akár van probléma, akár nincs probléma, de azzal nagyon sokat lehet segíteni, hogy időben megtalálják a problémát. A mielőbbi felismerés javítja a gyógyulási esélyeket, ezért is fontos a figyelemfelhívás, mondta dr. Mátrai Márta, a kaposvári merrák elleni séta fővédnöke. Rendkívül fontosnak tartom a merrák elleni sétát, ami már világméretűvé vált, annál is inkább, mivel rendkívül magasabb daganatos betegek száma, és úgy gondolom, hogy ezzel is fel tudjuk hívni a hölgyeknek a figyelmét arra, hogy milyen fontos a megelőzés, az önvizsgálat és a szűrővizsgálatokon való részvétel. A Somogy megyei kormányhivatal, mint népegészségügyi területet is ellátó szerv, hetedik alkalommal szervezte meg a merrák elleni sétát Kaposváron. Dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott a szűrővizsgálatok fontosságát emelte ki. Nem csak beszélünk róla, hanem a magyar kormánynak egy új programja, a szűrővizsgálatot helyben visszük, és azokra a településekre, ami viszonylag alacsony lélekszámú, vagy a közlekedési helyzet miatt nehezen elérhető, oda szűrőbuszokkal megyünk ki. A hölgyek körében az emlőrák a leggyakoribb daganatos megbetegedés hazánkban. Minden 11. nő mellében alakul ki rosszindulatú daganat. Évente több mint 2300 nő hal bele az emlőrákba, holott az időben felfedezett esetek 80%-a gyógyítható. 50 millió forintból fejleszthetik tovább Sején az egészségközpontot, hangzott el a településen hagyományos anyateljes világnapon. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár elmondta, ez az összeg fordítható többek között szűrővizsgálatokra, az egészséges életmód megőrzését, javítását segítő programokra vagy műszervásárlásra. A település polgármestere szerint a fejlesztések után még magasabb színvonalon nyújthatnak különböző egészségügyi szolgáltatásokat a helyieknek. Az anyatej világnapját ünnepelték Sejjén. A rendezvényt évek óta megszervezik a Baranya megyei településen, ahol anyukák, apukák és gyermekeik vehetnek részt egy kulturális műsoron. Frank Mártonné védőnő szerint az anyatej nagy szerepet játszik nem csak a babák, hanem a kismamák életében is. Az egész életükre kihatással van, hogy az édesanyák anyatejjel táplálják a babáikat, vagy sem. Én szorgalmazom a 2 éves korig való szoktatást, mert az 1 és 2 éves kor között a
gyerekeknek nagyon sok nyűgük van, sokat sírnak. Az ünnepségen jelentették be, hogy az egészségügyért felelős államtitkárság első körben 50 millió forinttal támogatja a sejjei egészségközpont fejlesztését. Mint azt Horváth Ildikó államtitkár elmondta, ez az összeg fordítható többek között szűrővizsgálatokra, az egészséges életmód megőrzését, javítását segítő programokra. És van egy másik része, ami például a betegellátásban azt a segítséget adná, amivel akár új műszereket is vehet a központ, hogy korán észre tudjon venni például olyan érszűkületet, ami később a lábnak súlyos betegségéhez vezethet, vagy más szív- és érrendszeri betegséggel kapcsolatos. A sejjei egészségközpont 10 évvel ezelőtt kezdte meg működését, emlékeztetett beszédében Nagy Attila polgármester. Akkor úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon jó dolog lesz, hogy helyben elérik az emberek azt a szakellátást, amiért Pécsre kellett, vagy még messzebbre kellett utazniuk. Bebizonyította az idő, hogy nagy szükség volt rá már akkor is, és nagy szükség van rá ma is. A polgármester hozzátette, cél, hogy a hamarosan bővülő szolgáltatásokat minél szélesebb körben, minél magasabb színvonalon juttassák el a helyieknek. Esztergár Lajos díjban részesült az Idősek Világnapi rendezvényen Kocsis József Pécsen. A kitüntetést a szociális közszolgáltatások terén magas szakmai színvonalon végzett munkája, valamint eredményes közösségszervező tevékenységének elismeréseként adományozta a közgyűlés. A Szociag Nonprofit Kft. Ügyvezetője az Idősek Otthona és Idősek Klubja mellett üzemelteti az idősek és a fogyatékkal élők nappali intézményét, valamint házi gondozást is biztosít. Kocsis József immár 20 éve végzi áldozatos példaértékű munkáját, hangzott el a laudációban. Legutóbb például Pécsett a Rácvárosi úton nyitotta meg az Idősek Klubját. Patacs, Rácváros és Ürögieknek is tudunk ily módon már egy kis otthont is biztosítani a mindennapokban. És természetesen nem csak itt Pécsett, hanem Baranyában és Tolna megyében is ugyanúgy folytatjuk az idősek ellátását, és ezért is öröm számomra, hogy az idősek napján ilyen méltó módon megemlékezik a város, hogy a város nyugdíjasait meghívja ide Kodály központba, és így együtt tudtunk ma örülni egymásnak, együtt tudtunk így ünnepelni. Az Idősek Világnapjához kapcsolódva idén is szerveztek programot Mázán. A baranyai településen ezúttal is köszöntötték a legidősebb lakosokat, de kulturális műsorokkal, finom ételekkel és italokkal is készültek a szervezők. Hogy, ha minden rendes ember már hajlottájban kezdtek élni, én a Straub Dezső szórakoztatta a közönséget Mázán. A baranyai településen ugyanis idén is megrendezték a hagyományos Idősek Világnapi eseményt. A rendezvényt még egy korábbi polgármester indította útjára, melyet a jelenlegi képviselőtestület tovább folytatott. Pece Gábor beszédében elmondta, ebben a ciklusban ez a program az utolsó, amit a városvezetés szervezett. Nagyon örülünk neki, hogy minden alkalommal, minden évben meg tudtuk rendezni ezt a rendezvényt. Az idén különösen sokan jöttek el a rendezvényünkre. Körülbelül 170-en ülnek bent a nagy teremben, és ettől nyilván boldogok vagyunk, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat. A rendezvényen a kulturális műsorok mellett finom ételek és italok is várták a résztvevőket. A színpadi produkció közben két nagy üsnyi pörkölt főtépen az udvaron. Az alapja a hagyma, utána kerül bele a paprika, a fűszerek. Ha nem haragszanak, akkor azért a fűszereket nem fogom elmondani, mert az valamilyen szinten egy kicsit titkos. Belekerül a hús, és utána a türelem, és a vörösbor. A hagyományokhoz híven a legidősebb lakosokat is köszöntötték az eseményen. Ők idén Nagy Lajosné 92 és Takács Vilmos szintén 92 éves mázai lakosok. Az estig tartó Idősek Világnapi programra egyébként nem csak Mázáról, hanem a környező településekről is érkeztek vendégek. 20 csapat, csaknem 300 versenyzője állt rajthoz az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság pontszerző országos atlétikai bajnokságán. A Kaposváron rendezett versenyen többek között 100 és 400 méteres sífutásban, váltófutásban, súlylökésben és távolugrásban mérték össze tudásukat az indulók. Borsod Abaúj-Zemplén megye hódított el a legeredményesebb együttesnek járó kupát, Csongrád megye és a főváros előtt, Somogy megye egysége a negyedik lett.
A futás volt az egyik legnépszerűbb versenyszám az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pontszerző országos atlétika bajnokságán. A katasztrófavédelmi szervek versenysorozatának negyedik állomásán Kaposváron álltak rajthoz a sportos egyenruhások. 20 csapat, csak nem 300 versenyzője. Nagyon örülök neki, hogy minden igazgatóság képviselteti magát, és ami külön öröm számomra, hogy majdnem minden versenyszámban minden igazgatóság jelen van, férfi, női. A házigazda Somogyi egység is képviseltette magát a versenyszámokban, köztük súlylökésben is. Sikeresen bejutottam a döntőbe, ott pedig sikerült egy 11-30-as eredményt löknöm. Én erőemelő vagyok szabadidőmben, egy héten négyszer járok edzésre, körülbelül olyan 2-2,5 órás időtartamban. A sport sok katasztrófavédő tűzoltó életének része. A Somogy megyei katasztrófavédelmi igazgatóság és a tűzoltó parancsnokságok állománya sportos, szeretnek sportolni. Több mindenben is az élmezőnyben vagyunk, atlétikában, labdarúgásban, akkor az emelés, súlyemelés ezekben a sportokban a fiaink, lányaink nagyon aktívak. Szeretik ezt csinálni, jól csinálják, és ez tükröződik az évente végrehajtott fizikai felméréseken is. A kaposvári atlétika pályán az egyenruhások férfi és női kategóriában 6 számban mérték összetudásukat. 100, 400 és 1500 méteres síkfutásban, távolugrásban, súlylökésben és gránáthajításban. A versenyt Borsod-Abaúj Zemplén megye nyerte, megelőzve Csongrád megye és a főváros csapatát. Somogy megye egysége a negyedik lett. Ezzel a megméretetéssel nem ért véget a katasztrófavédelmi szervek pontgyűjtő versenysorozata. A fekvenyomó bajnokság után derül majd ki, hogy melyik megye volt a legsportosabb 2019-ben. Közel 30 településen 100 csapattal és 600 bottal zajlik a 7. nemzetközi balatoni bojlis horgászverseny, amely 9 napos időtartamával a világ leghosszabb pontyfogó versenye. A 187 órás megmérettetésben 7 darab 7 kiló feletti halat kell kifogni. Majdnem 15 kilós ponty került a szágba ennél a mezőtúri csapatnál, a 7. balatoni bojlis horgászversenyen. A pontyot először mérlegelik, majd a 14 kiló 60 dekás hallal még egy közös fotó készül, lefertőtlenítik a száját és visszaengedik a vízbe. Így mennek egész bojlikbe és felek. Tehát ez... az apróbb halaknak, vagy azokat könnyebben felveszik, mikor megérkeznek. Az etetésről mesél a Carp Track Team egyik versenyzője. 600 kilométerről Szatmár Németiből érkeztek, és körülbelül 280 kiló etetőanyaggal készültek a 9 napos versenyre. A hely adja magát, most per pillanat úgy néz ki, hogy a nagy csali működik, és ezen a vonalon próbálunk haladni, ugyanis a kis csalival kisebb halakat, termető halakat fogtunk, illetve ezeket a verseny szabályzata szerint is növelni kell, mert igazából akkor leszünk úgymond dobogó közelbe, vagy tudunk jutni dobogó közelbe. Itt az elmúlt napokban többségében éjszaka jöttek a halak. Ezen változtathat, hogy a következő napokra lehűlést és esőt is jósolnak a meteorológusok. Mert elég mély víz van előttünk. Na most a mély víz az általában lehűlésnél jó a mély víz. Mi azt horgászunk most is, próbáljuk azt horgászni, és... hát reméljük, hogy ránk jó hatással lesz. Ez majd elválik akkor, így előre megjósolni nem lehet. A verseny fél idejében egy balatongyöröki csapat vezet. Az általuk kifogott 7 darab ponty összsúlya 99 kiló. A legnagyobb példány pedig majdnem 23 kilót nyomott. A Balaton annyira szeszélyes és annyira mindig más arcát mutatja, hogy a tavalyi évben, illetve az azelőtti évben az úgymond favorit helyek, mert ugye sokan felállítanak ilyen téfiteket, én úgy gondolom, hogy téfit, hogy favorit hely, azok most megdőltek. Tehát a tavalyi évben, ahol majdhogy nem első, második, harmadikak lettek, az idén nem működik. Ami persze még nem biztos, mert még csak a felének sem tartunk a versenynek, úgyhogy még bármi is adódhat. A verseny október 5-éig tart, Tihanytól Keszthelyen át egészen Balatonföldvárig. A 187 órás megmérettetése többségében magyar horgászok jelentkeztek, de 5 külföldi csapat is benevezett, osztrák, román és német színekben. Ennyi volt már a Pannon Krónika, köszönjük figyelmüket! Legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor jelentkezünk. Viszontlátásra!